Részleges mozgósítást rendelt el Oroszországban Vlagyimir Putyin. A II. Világháború óta példa nélküli intézkedés elvileg 300 ezer harci tapasztalattal rendelkező tartalékost érint, de a hír hallatán tömegesen indultak külföldre a katonaköteleskorú férfiak. Az orosz elnök szerint a mozgósításra azért van szükség, mert a nyugat fenyegeti Oroszországot. Az ukrán vezetés az eddigieknél is több katonai támogatást kért. Eredetileg kedd estére ígérték Vlagyimir Putyin televíziós beszédét, de végül csak szerda reggel került adásba. Egész Oroszország, sőt az egész világ feszülten várta a bejelentést. Vlagyimir Putyin kijelentette, a háború a terveknek megfelelően halad, de a nyugat szerinte egyre fenyegetőbben lép fel. Az agresszív orosz ellenes politikában a nyugat minden határt átlépett. Folyamatosan fenyegetik az országunkat, a népünket. Bizonyos felelőtlen politikusok már arról beszélnek, hogy olyan rakétarendszereket adjanak Ukrajnának, amelyekkel a Krímet és más oroszországi régiókat is elérhetnek, jelentette ki az orosz elnök. Ezzel indokolta, hogy részleges mozgósítást rendel el. A részleteket már a védelmi miniszter tisztázta. A szerződéses katonák mostantól nem léphetnek ki a seregből, rajtuk kívül 300 ezer embert érint a mozgósítás. Elsősorban azokat hívjuk be, akik már szolgáltak a hadseregben, és megfelelő katonai szaktudással, illetve harci tapasztalatokkal rendelkeznek, hangsúlyozta Szergej Sojgu hozzátéve. Egyetemistákat nem fognak toborozni, és a részleges mozgósítás azokra sem vonatkozik, akik jelenleg sorkatonai szolgálatot teljesítenek. Mivel eddig az orosz hadsereg jobbára szerződéses katonákat vetett be a külföldi akcióiban, a szerdai döntés formálisan kevés embert érinthet. A védelmi miniszter bejelentése ennek ellenére pánikot keltett Moszkvában. Sokan igyekeztek minél gyorsabban külföldre utazni, mert attól tartanak, hogy hamarosan Oroszországot sem hagyhatják el a harcképes férfiak. A Reuters információi szerint szinte pillanatok alatt elfogytak a repülőjegyek a Moszkvából Isztambulba, Jerevánba vagy Belgrádba tartó járatokra, vagyis azokba az államokba, ahová az orosz állampolgárok még vízum nélkül utazhatnak. Az orosz-finn határon 35 kilométeres kocsisor torlódott fel. Több orosz városban voltak kisebb megmozdulások a mozgósítási törvény ellen. Ezeknek azonban a rendőrség gyorsan véget vetett. Kijevben nyugodtan vették tudomásul az orosz bejelentést. Az ukrán főváros lakóit nem ijesztette meg, hogy hamarosan több orosz katonával nézhetnek szembe a fronton. Nem tudtak más tenni. Olyan nagy veszteségeik voltak, hogy nem tudták már folytatni az offenzívát, mondta egy kijevi lakos. Az ukrán kormány szerint a mozgósítás arra utal, hogy a háború nem Moszkva tervei szerint alakul. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arra szólította fel a világ vezető politikusait, hogy a háborús helyzetre tekintettel mondjanak le a semlegesség állapotáról. Vlagyimir Putyin üzenetében megerősítette. Már pénteken elkezdik a népszavazások megszervezését az oroszok által megszállt ukrán területeken. Az orosz megszálló hatóságok Zaporizsia megye elfoglalt részén azonban már most jelezték, hogy szakítanak Ukrajnával, és meg sem várva az eredményt, csatlakoznának Oroszországhoz. Ukrajna területének mintegy 15%-át kebelezheti be saját törvényei szerint Oroszország. Ez nagyjából Magyarország vagy Portugália méretének felel meg. A területek annektálását azonban sem Ukrajna, sem a nemzetközi közösség többi tagja nem ismeri el.